Az elmúlt években rendre a tabella utolsó harmadában zárta a szezont a megyei első osztályban a Máté Szalkai futballcsapat. A legutóbbi félbeszakadt bajnokságban záráskor a 14. helyen állt az MMTK, majd nyáron az is komolyan felmerült, hogy ősszel nem indít felnőtt csapatot az egyesület. Aztán felállt egy új vezetőség, amely korábbi Máté Szalkai futballisták hazaigazolása mellett egy rutinosabb mag támogatásával a fiatalok beépítését tűzte ki célként. Botos Sándor maradt az edző, akinek irányításával 12 fordulót követően 23 ponttal az 5. helyen áll a csapat a megye-1-es tabellán. Az első 5 mérkőzésekön gyakorlatilag 4 győzelem és 1 döntetlen ért el a csapat. Ez óriási lendületet adott a csapatnak, hozzátéve, hogy ugye a megye első osztály legfiatalabb gárdája miénk. Azért a 23 fős keretből 10-en vannak, akik 20 vagy 20 év alattiak. Van 5 fő, aki 30 év, 31 néhány éves, aki a rutint képviseli, és az összes többi pedig a legjobb futballista korban van, ugye a 20 és 30 életéve között. Szívvel, lélekkel vetették magukat bele a fiúk a munkába, ez az eredményeken meglátszott. És ami plusz még, ugye, hogy a szurkolókat is visszatudtuk a pályára ezáltal csábítani. Ez a szurkolói gárda szinte mérkőzésről hétről hétre növekedett, és idegenben is már elkísérték a csapatot. A jó őszi szereplés az öltöző hangulatára is jó hatással volt, így a Máté Szalkai vezetők bíznak a hasonló folytatásban. Én örülök annak, hogy a 23 fős keret teljes mértékben ugye egészen jól összerázódott, a fiúk küzdenek egymásért, ez a lőtt gólok számában is megmutatkozik, és azok a fiatalok, akikre igen bátran hozzányúltunk és számíthatunk, azok ott vannak a házi góllövőlistán is az élen, Bodó Laci, Ötvös Szabi mellett azért más 10 évesek is, 17-18 évesek is nagyon szép teljesítményeket nyújtanak, és nem csak epizód szereplői egy-egy mérkőzésnek, hanem már akár mérkőzést vagy félidőket is bíznak rájuk a szakemberek. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy most ezzel az arculatváltással, és nagyon sajnálom, hogy most ez félbeszakadt, ez így ez a bajnokság, de az arculatváltással kap egy fajta lendületet, illetve ezt a lendületet, amit ősszel összegyűjtött, ezt tovább tudjuk, át tudjuk menteni a 2021-es évre is, és sikeres bajnoki évet zárhatunk. A szalkai futballisták november közepe óta nem edzenek, január elején viszont el kell kezdeni a munkát. Az őszi elmaradt meccseket ugyanis a tavaszi szezon kezdet előtt pótolják, így január 30-án már az Ibrányt fogadja Botos Sándor együttese.